győzelemért, srácok! A győzelemért! A férfias erőért, a kő-dzsungel királyaért! Igen! Ragadozók vagyunk! Mú! Nem mú, hanem bá! Most viccelnek? Először hinni akartam a legjobbakban, de nem. Mú! Be! Mú! Be! Mú! Menjünk! Tűnjünk el innen! Ez a hely teljesen el van cseszve! Ti srácok, most már igazi haverok vagytok! Annyira hiányzik! Igen, nekem is! Ki hiányzik nekünk? Ha, Alina! De igen! Nem! Mi testvérek vagyunk? Igen! Emlékszel a mottunkra? Igen! Úgy értem, nem. Semmi csaj! Ó, nem csaj! Ő egy istennő! Nem! Én vagyok az istennőd! Úgy értem, nem. Én vagyok a haverod! Igen! Áram vagy! Örök haverok! Öröki haverok! Én nyugodj meg! Hol van ez a... Nem, komolyan, mit csinálsz? Csináltunk egy kis rendetlenséget. Fel kell takarítanunk utánunk. Te egy menősrác vagy, nem egy rongyos seprű. Én amúgy teljesen támogattam az álláspontot. Na és? A ruháink szuperok. A régi mindig divatos. Micsoda? Úgy érzem, mintha valami öreg csávótól kaptad volna. Nem, igazad van. Srácok, ti nem tudjátok, mit csináltok? Azt hittem, jobbak lettetek, de tévedtem. Rólunk beszél? Nem tudom, nem figyeltem. De nem adom fel, és igazi huligánokat csinálok belőletek. Tényleg szórakozni akar velünk? Mikor nem szórakozott velünk? Igazad van. Sziasztok! Hoppá, hoppá, hoppá! Ez gyorsan eszkalálódott. Gyorsan elintéztem ezt a mókamestert. Pillanat. Szia! Mi a helyzet? Mi van a zsebedben, ha van valami egyáltalán? He? Úgy tűnik, van valami az orrodon. He? A kezem. Én vagyok, az új munkatárs. A nevem Nikolaj Petrovics Zubilo. És amíg Mary Johnson szabadságon van, én vagyok az új osztályfőnök. Figyeljetek, és viselkedjetek rendesen. Az orrod pedig ott marad. Nem lesz szilva. Ne legyél rosszul, tréfa mester. Mary Johnson hamarosan visszatér? Nem tudom, de remélem nem jön vissza, ugye?
tudjátok, mit csinálunk itt? Hát focizunk, mit csinálnánk? Nem, kosárlabdázunk. Azt mondtam, foci. Nem mondtam ilyet. Úgy tűnik, a meccsek elmaradnak. Egyet értek. Klassz. Szóval csak lazítottunk a szőnyegen. Nem, nem lehet. Azért vagyunk itt, hogy formába hozunk titeket. Miért? Már így is jó formában vagyok. Eorma, egy gömb alakban? Én vagyok itt a legsportosabb. Hát a... Hátam! Csak megkeresem a vérfarkas bőr övemet. Még egy kockát sem tudnál elkapni. 100 kör, nincs megállás, nincs nyafogás. És semmi. Más se. Mihányat? Megmutatom az ujjadon. Csak 100? Könnyű? Egyet értek. Csináld! És te miért nem futsz? 300 éves vagyok, nyugdíjas. És neked mi a kifogásod? Itt van. Rendben, ez egy érvényes indok. Jól a taknyosok, fúró fej a májamban. Menjetek az osztályba. A munka egy majmot is emberi változtat. Lássuk, hogy nálatok is sikerül-e. Figyellek benneteket. Hé, miért hallgattok rá? Itt nem ő a főnök. Valójában ő a főnök, itt tanárunk. Igen, ő a tanárunk, de nem jó fej. Az igazi srácok nem járnak órára. Ők lógnak minden óráról. De a lógás rossz. Nem rossz, hanem menő. De a tanár azt mond... Nem megyünk sehova. És mi van, ha visszajön, és odarángat minket? Ő egy tanár, nem egy gyerek. Nem fog megtalálni minket. Tutira nem talál meg. Bújjunk el előle. És hova? Hát, találnunk kell egy helyet, ahol biztosan nem fog keresni minket. Van ötleted? Ó, van egy klassz ötletem! Klassz ötlet! Van benne lógás! Mit gondoltál egyáltalán? Azt javaslod, bújjunk el ott, ahol várnak? Akkor miért egyeztetek bele? Rendben, nyugodjatok meg, harkályok! Ma megtanítalak titeket madáretetőket készíteni. Ez nagyon egyszerű. Fogjatok egy kalapácsot és... Mit csinálsz? Megütött! Ki? A kalapács! Tesó! Visszavágok neki! Áj! Ez nem egy kalapács, hanem egy sorozatgyilkos! Furcsa a sushi pálca. Ez Harry Potter pálcája! Wingardium Leviosa! Varázsló vagyok? Nem,
te egy vesztes vagy. Te vagy a vesztes! Majd én... Nem, mondd meg neki! Majd a vesztes! Majd én mindjárt megmutatom. Most rögtön el foglak varázsolni! Majd megmutatom, majd én hogy kell! Szökhúzót az orromba. Túl korán van még a madáretetőhöz. Kezdjük egy székkel. Most már örökre barátok vagyunk. Így igaz? Fejszét a lábamhoz. Egy polc a határ. Remélem valaki elsajátítja a negyed év végéig. Miért ülünk? Kezdjünk neki! Fogjatok egy deszkát, aztán egy másik deszkát. Néhány kalapácsütés, és kész. Csavarhúzó a fülembe. Mi a fene ez? Egy kínzó eszköz. És hol van a polc? Nem tudom, valószínűleg a boltban. Szünetet kell tartanom, vésem a fogaimat. Mi a baj? Elfogtad, hogy ez nem egy kávézó? Sajnos. Munkára fel! Csavarhúzót a fejedbe. Van egy jövedelmező ajánlatom számodra. Csinálsz nekem egy polcot és odaadod nekem? És talán fizetek érte. Megegyeztünk? Rendben. Fúrót a hónajadba! Te ügyetlen, menj a nővérhez! Te pedig te! Most már állva dolgozol. Kifizetem a boltnak azt a polcot. Ezt meg megtartom magamnak. Az első lehetőséget választom. Kell még segítség? Szökhúzó a... Ez meg mi? Nem vagyok bolond, hogy az iskolában tanuljak. Csak gyenge vagy. Micsoda? Vigyázz a szádra. Egy igazi fickó tudja, hogy kell dolgozni a kezével. És te? Én is tudom. Csak nem akarok. Hazug. Az egész környék nevetni fog. Nem fog semmi történni. A kemény legényes szöge se tud beütni. Ideje lenne ruhát húznod. Hé, te! És egyébként is. Látod ezt? Az enyém. Az enyém volt. Enyém lett. Egyébként jössz nekem egy ötössel. Mi vagyok én, a haverod?
Ez nagyon kínos. Te! Pont a célba, kalapács a tarkóba, talán menjek el tornaúrára? Hé, köszi! Jó kis pipád van. Lehet, elteszem magamnak? Beléd meg mi ütött? Most már menő vagyok. A legmenőbb a környéken. Te? Aha, hát mi van, ismersz még valakit? Hát a legjobb fickó vigyáz ránk. Arra szépenre gondolsz, akit a munkás hozott be? Ki követni őt? Mi mindig hallgattunk rá. Most én vagyok a legjobb srác a környéken. Most rám hallgattok, érted? Ezek az új szabályaim. Vágod? De én nem dohányzom. Nem tesz jót az egészségnek. De attól még érted? Nem vagyok híve a futásnak se. Érted a lényeget? Fogtam pár pillangót, fogtam már egeret, de a lényeget nem fogtam meg. És ki ő? Minden tiszteletem az önökét, de én akarok lenni a legjobb srác a csoportban. Remélem, hogy megérted. Megérted? Most már értem. Szép volt! Együtt erősek vagyunk, legyőzzük azokat a veszteseket! Nem értettem, te ugatsz itt! Na, és akkor mi van? Semmi! Hiszel magadban? Hiszek! Majd meglássuk! Pontot fogok szerezni ellened! Nem, én fogok gólt lőni! Nem, én fogok gólt lőni! Nem, én neked! Nem, én fogok gólt lőni ellened! Nem, mert én fogok! Nem tudsz mit csinálni! Nem, én fogok! Majd meglássuk! Mit fogsz tenni velem? Én miről fogok nevetni a végét! Foglalj magadnak egy ágyat a kórházban! Akkor válasz egy koszorút a sírodra! Na, majd meglátjuk! Ó, az az enyém. És a miénk. Nincs csaj. Ő nem egy csaj, ő egy istennő. Micsoda? Nem is értem. Nincs csaj. Ő nem egy csaj, ő egy isten. Na, menjünk újra! Ő nem egy csaj, ugye istennő! Jól mondtam! Istennő! Nő nélkül! Ő nem egy csaj! Istennő! Egy istennő! Istennő! Most pedig vissza a csajokra, mi? Talán nem is fog. Én csak hallottam az első szót, és azt gondoltam, ennyi, minden elveszett. Újra, terül! Hát, elég elveszettnek tűnik. Annyira komolyan gondolta, amikor bejött. Mindent jól csinál, szép munka. Jól van, srácok. Hoppá.